Szevasztó srácok, pacsi mindenkinek, hello, hello, hello! Hát, szevasztó pacsi mindenkinek, hello! Szemed kék hajadús, te vagy az a rántott hús! Hello, egész este erre készültem. Medajároltattam a sekszőrömet, csak a kedvetekért örültök? Hello! Jézusom! Ez egy működő kamera, bazd meg! Ah! Ki ez az IT manager? Hát a kamera megjavító ember! Látjátok, törődök veletek, bazd meg! Megcsináltam nektek a kamerát! Örültök, bazd meg! Egyszer volt egy ismerősöm, barátnőjének szülinapja volt, kérdezem, mit vettél neki, az, hogy a olajszűrőt. Ez ugyanolyan duma. Megcsináltam nektek, bazd meg! A kamerát, örült! Há? Örült, bazd meg! Azért a lófasznak is van vége. Nincs meg az Ether Like. Kit kell pofán baszni neki futásból? A kurva életbe. Csá mindenkinek, srácok, hello, hello! Ugye át kellett öltözni, aki esetleg lemaradt a tegnapi sztoriról, annak gyors egy kis gyors talpaló. Tegnap elkaptak a rendőrök, ezért, és jött egy banda, az kiszabadítottak engemet, mint Ryan közlegény. Das is Ryan közlegény. Nagy darálások voltak ilyenek, úgyhogy most már tudják, hogy létezem, ezért át kellett öltözni, csira. Át kellett öltözni, na ilyen világot élni, most mondd meg, bazd meg. Hallod, Csoló? Itt van a cimborám, úgy hívják, hogy Lajos. Ez meg Joker. Milyen? Igen, Lajos. Hello. Mi van, Lalikám? Szavasz. Lajos egy kicsit izé, defektes. Dadunk, mint egy papagáj, de azért mindegy, csak mondom. Nagy fényezéseket kéne itt varázsolni ezen a szekeren. Igen, milyen fényezés szeret? A faszom tudja, milyen lehet? Mennyibe kerül? Ilyenek? Megmondom, másokkal. De vakány vagy? Ja. Ne gondolkozzál itt nagy dizájnokban, hogy a legalja, tudod, a legalja. Íj, az mi vagány? Az mi vagány? Itt van kik kinded. Legyen rózsaszín, geci. Egy ilyen gyenge ladatos, érted? Mondd, nem, jó az a rózsaszín, az az előző, az ez. Ez hát. Álljunk meg itt, mintha baleset lenne, vágod? Ne keresd be, mintha baleset lenne. Jó, ha szimuláljunk balesetet, geci. Állj valahogy ide, more. Majd leveszem akkor a maszkot, beállok autószerelőbe, geci, várjál. Na nézd meg, geci. Egyből, így, nézd, mi ból van alatt a Joker, de jó vagy, geci. Látod, bazd meg, na, milyen jó. Geci, gyúrok amúgy rá. Nem tudom, feltűnt-e nektek. Nagyon nagy izéd van, picsád, geci. Mert 5 talicskás betonykeverő, jéj, az a póz. Nagyon nagy taktikák mennek itten. Reméljük, hogy jön is valaki. One eternity later. Hát, geci, kivégeznek. Miért nem hal? Mi a fasz? Ebből böri lesz. Hát ez ilyen. Na? Maradj, hogy szaszaladj! Ez mi történt itt? Papa, mit, ki? Ma more, nem hal meg. Merre? Merre, menjünk, baszd meg. Mer, Lali, geci, hát mivel jöttél ide? Szállj be, more! Szállj már be! Na, ennyi. Szállj már be. Na mi van, már kész vagy? Geci, milyen jó nézünk már ki, most nézem. Úgyhogy most át vagyunk öltözködve, és itt vagyok én. Ez vagyok én. Én vagyok, ez vagyok? Ez vagyok. Szóval Hector egy kicsit átvedle, szerényen, csak ilyen turkáló stílusban. Viszont már azt nézem, hogy itt bizony ülnek ebben a kocsiban, pedig itt egy nagy lopás kerekedett volna, itt kép bizony. Elnézést, uram! Egy pillanatra tudna jönni, jöjjön már! Jövök! Figyeljen már ide! Régóta itt bóklászok a környéken. Igen. Cuccaidat pakoljad már ki. Mert szét leszel baszva. Most szórakozol velem, baszd meg, hogy a kamerát futsz, azt a segget betömöm. Na mi a helyzet? Merre van a dohánybolt? Nem látod? Persze, nem hiszem, hogy futsz a hálam ilyen szunyámban egy kociba. Milyen sunyi, bazdmeg, úgy nézünk ki, mint egy tökéletes család. Nézd meg, Joker! Olyan, mint egy köldökszösös csüngőcsöcsű 40-es apuka, baszd meg. Aki fenyőfának öltözött, baszd meg. Figyeld már, Dika Lajos! More! Szevasz, Lali, mi van vele? Szevasztok! Figyelj már ide! Mi a helyzet? Itt van ez az ázsiai gyerek. Ez ciao, ez meg Lali. Szia, hello. Szia. Szeretnék bemutatkozni. Na, mutatkozz már be. Fázni, vagy miért adogni ennél? Hát a fél óra lesz a bemutatkozás, hogy mondom. Na, el kell menni egy bótba, fiam. Nagy bótokba.
Vagy arra is Mikasz, van gold? Testvérem! Atyám! Atyám, hall engem? De milyen atyám, te csöves? Miről beszélsz? Összekeversz valakivel? Egyem ki a szívét! Hadd szálljak már be, uram! Várj egy kicsit, hagyd gondolkodja? Nem kell gondolkodni, cseleked! Azt mondja, nem kell gondolkodni, cselekedni kell. Ez a mai jó tanács. More? Mi van, Lali, bazd meg? Csomagtartod, nézd meg. Mindjárt megnézem. Azt a kurva, tudod mi volt benne, Lali? Na mi? Semmi, geci. Na mi? Segítség! Mi a fasz? Geci csak életek ilyen szerencsétlen. Ezt kapta a fejes lahó. Mit? Geci! Hát ez is csak én lehetek. Hú, ezek utánam jönnek. Itt van. Köszönöm. Mennyi, várjál! Gyere, geci! Szállj már be! Mennyi, húzod! Ez mi a fasz? Így jönnek utánunk, állítom. Menj, húzd el jobban. Csak nem látni tám minket. Egy pont szaladt körbe, de nem láttam. Mi a fasz? De ez a béke mi volt az a K.O. bazzeg? Ezzel nem lehet kanyarodni, geci! Így marad nagy golyó ütött egy homokai kocsiját. Álljon meg! Ha ki meg, az autó? Meg vagyok állva. Hogy ne tudnám? Cimborámé. Ott van-e? Ajajajaj, elnézést! Hát jogosítványa sincs. Kinek? Hát itt a kopasztal. Hát ennek-e? Hogy ne lenne jogosítvány? Nézzük már le! Itt azt hallottuk, hogy ki akarta rabolni őt. Igen, hát ott vártam bent az unokában, aztán ki akar rabolni. De miért hazudsz? Most miért kell hazudni? Ez a gyerek kirabolni? Hát egy nagy katolikus, állítsad már le magad! Figyeld már egyébként. Hát én nézem már meg azt a nénit. Hát ilyen cunyi pucin. Hát ilyen putyin arcú nénit nekem is szabad hinni. Hát lehet, hogy dogosz, lehet, hogy fasza is lenni. Putyin arcú. Oda jött hozzám az előbb ez a nő személy, itt az előbb azt mondta, hogy csempészet, cigaret, prilukit árult itt, hogy vegyek már egy kartonnal. Meg ilyeneket mondom. Hát ezt mondta meg, hogy a prilukit zárjegy nélkül itt adok a napszemüveget, hamisított parfümöket árult itt az előbb, meg zoknikat, meg ilyenek. Ott van a zsebébe a priluki, ott van a priluki, adóhivatalokat kell hívni. Távoltartást fogok kérni. Mit csodáltál? Tőled kell lenni ezt. Milyen távoltartási tális vállalkod te? Hát a Manó bácsitól. Na. De nem is ismerjük egymást, milyen távoltartási? A biciklimet is elloptam már múltkor, hát azzal tekert ide. Hát elviszi a biciklimet. Milyen biciklidat te bánod? Szálljál le róla. Csaró. Hogy kell ezt kirekezni? Figyelj már, hallod? De mi az? Ez megint erőszakoskodik! Rendőrség! Én biciklim! Állj le! Oda verek. Figyelj már, nem kell, hogy bicikli eladó? Ha? Mennyi? De most a gázsit kérdezem, hallod, More? Nem kell bicikli? Mi van? Nem kell bicikli? Ez az enyém. Ez egy eladó bicikli. Addig bemem már durcúba. Jó van, szálljál már le. Nem kő? $200 a tiéd, More? Hé, mit szapkod, mit szapkod? Megint verek! Úristen! Jézus! Na, állni le, légy szíves! Hogy berajogott a gácsi? Látod, most ezért csinálod, bazd meg? Kell a feszültség? Isten! Mi csinálok? Úristen, az mi volt, rendőr? Rendőrség! Azt a kurva! Ki az, aki rendőrök elő biciklivel nekül?
vannak a rendőrök amúgy, geci? Istenem, bazd meg. Geci, a rendőr kijössz, hogy mit csinálunk, meg ilyenek? Menj már el arra, nézzük már meg, hogy mi újság. Na mi van? Amúgy ez a Twitter az odabasz. OC mondom. Egy hölgy sebesült fel a kórház előtt, egy hölgyről van szó, szóval egy mentős siessen a helyszínre. Menjünk oda, kérdezzük meg, hogy mi történt. Csorói vette volt! Te voltál, akit szétcsapt? Na, bevisszlak. Pedig látod, meg kellett volna venned a biciklit, bazdmeg. Fogtál lenni az itt. Az akciós ajánlatú. De figyelj már, nem tud nekünk rendezni kicsi pisztoly vagy ilyesz? Nem. Miért nem? De figyelj már, holnap iskola van, OC mondom. Úgyhogy ilyenkor még fönn vagy. Hát... Felhívjam anyádat? Most ráírok, hogy sugyiba játsz. Megvan a számot. Viccelek amúgy. Ha valami dalt nyomassál, melyik a kedvenc számod, Lali? Kis karácsony. Nem azt már, az a kedvenc számod? Hát, more. Fohadjak meg tényleg oxigénjárni. Figyelj, én énekelni neked, csak beatboxol ne lehet, de már nagyon durva lapot. Mert? Várjál, még nem várjál. Mi? Hát te beatboxolsz, Lali, bazd meg. Ja, igaz. Na mert? Hát én várni telefonon, ki kell lesz itt alszod. Ez a gyerek megölem, hogy geci. Annyira jó a karakterő. Olyan jó ez az együgyűjt, olyan jó. Szólnyolta mehet. Készen áztad? Na mehet. Hát elünk, nyomad. Nem mehet. Hát elünk, hadd szóljon. Kis kalácson, nagy kalácson. Kiszültem már? A kalácson. Ha kiszült már, Mr. Pinet. Ha tedem meg, melegített. Kis fenyőfa, nagy kalácson. Mia? Kiszültem már? A malacka. De jó vagytok, geci, de jó vagytok. A kiszült már ide. A holdisztát én még folytattam volna. Na, az meg. Elém ezt meg kell állítani. Állj, Mó, meg! Lali, jól vagy? Soró, Lali, bazd meg! Lali, itt vagy, Lali? Ezt te kurva, geci. Lali, ez kifingott, Csoró. Szállj már ki, te Csoró! Fasz kell itt erősködni, meg akarsz löglenni te? A gyász egyen ki! Te tedd fel a kezed. Ha mit te dogsz, fázol talán? Mi az, hogy fázol, mi? Hát bazd meg. Menjünk. Mi a fasz? Tudják, hogy a taxis még ott van a helyszínen? Be tudná azonosítani? Kicsoda? Mi történt? Hát egy olyan személy leírású ember kaptunk, aki kék pizsamában van, és bajusza van. Ilyen fehér bajusza van. Figyeljen már ide, nincs rajtam pizsama. Hát ez micsoda? Hát ez egy norvég mintás pulóver, a jóisten áldja meg. De mi történt? Na, mivel gyanúsítanak egyáltalán, he? Két ember megölésével. Micsoda? A kamionsofőr vagyok, a jó isten állja, meg fusi munkába. Miért két ember megölésével, minek néz engem? Fel tud bemutatni a jogosítványát? Hát sok mindent fel tudok mutatni. De jogosítványomat nem mer. Nem is tudom, hol van. Hol van, nem tudod, hol van. Hát nincs jogosítványom, az az igazság. Nincs? Érdekes. Hát nincsen. Uram, haza akar még menni ma?
Hát igen. Hát jó, van, mert lehet ma az ősön éjszakázik, olyan dolgokat tudtunk meg. Már megint, megint szarul esetnek. Megint maga a hülyeséget beszélni. Mit tudtak meg? Azt majd az ősön el fogom mondani magának, vagy a kollega a kopasz. Uram, kérem, forduljon meg is egy a hátra közép. Be kell vinni fel a rendőrségre. De miért, miért csinálják ezt? Hát ez nem igaz. És ki fogjuk hallgatni, és szembesíteni fogjuk a önöket, jó? Csorulali. Vagy halott meg börtönbe. Ő vele volt, ezzel a pizsamás úriemberrel, amikor a kórháznál ketten, vagy bocsánat, hárman, csak nem tudom, hol van a másik kínai volt, megvertek egy nőt, úgyhogy elájult. Micsoda? Nem is ismerem ezt az ember. Soha nem láttam életemben. Pedig együtt voltak. Konfliktusunk volt nekünk, és a kollégái igazoltattak minket. El akart nekünk adni valaki ilyen csempészet cigarettákat, meg trilukikat. Mi folyik itt? Hát a stream meg megy a OC, mondom. Legalább halkíts menne. De ez nem pizsom, ez norvég mintás polóban. Norvég, te is az a melegítő, egy papucsal. Hát mint a leugrott volna a dohányboltba, egy pizsamába. A kényelmes az élet, kényelmesek kényelmes. Szóval mi volt a kérdés, hogy? Hát hogy hány éves? Hát mit tudom én, 50 és 60 között valahol. Csak úgy pörögnek az évek, ha mulat az ember. És ön, itt a kopasz úriember? Én? Igen. Én vagy 25, akkörű. Sielni volt az úriember, hogy ilyen nagy csizmákba járkál. De maguk egyébként most nem azért, nem akarok kötekedni, de maguk mi a faszom? A stílus rendőrség? Vagy mi a geci? Hát szépen kérdezik. Őszintén kérdem, hogy mindenkinek a házatában vannak elfoglalva. Sajnos az ügyvédje eltámaszott innen. Micsoda? Ne bassza már meg a Radai Szűz Mária! Nem tudom, hogy értesítette az ügyvédjét. Hát a kocsiba. A kocsiba? De hogyha amikor nem volt telefonja. Nem amikor és... beültünk, hanem a kamion. Mi az, hogy nincs telefonom? Hát hogy ne lenne? A kamion. A kamion honnan, hogy? Honnan tudta, hogy? Hogy a kamion mellett, amikor... Oda jöttek. Hát... Ezt ki láttam? Hát ezt nem hát, láttuk. Hol van? Volt egy fiatal kollega. Neki mondtam is, hogy telefonálok. Na mondja. Ezt egyszerűen meg lehet oldani, azt a telefont, ami van magának, akkor vegye el, és akkor ezt az első névjegy, ami van magánál, azt a telefonszámot legyen szíves elmondani, és akkor felhívjuk az ember. Vagy akkor ő honnan is tudta. És akkor a telefonszámot, azt tessék bediktálni nekünk is akkor. 0-90-3540. Megnézhetem? Elkérdezem. Hát a morra nincs is ilyen számdi. Hogy ne lenne? Na érdekesítsenek már, az ügyvédem jelenlétében egy szót nem szólok tovább. Akkor sajnos közmunka lesz, hogyha nem tudja megadni a telefonszámot. Hát már megadtam. De hát az nem kapcsolható, nincs hát, ilyen szolgáltató. Megint most még kell mellé beszélni. Még kell mellé. Beszélek mellé, próbáltam felhívni. Istenem. Utoljára mondom ezt. Micsoda? Ad egy telefonszámot. Valaki írja mell a telefonszámát. Akkor... Csökkentünk a közmunkából. Nem kell csökkenteni. Úgyis hamis vádakkal, koholt vádakkal itt maguk izének. A nevét el tudnám mondani ennek a kitívat? Kicsoda, micsoda? A neve az, akinek üzenetet írt. A neve annak, na. Persze, el tudom mondani. Na. Csak röhög is neki, de érdez. Micsoda? Legyen szíves akkor ezt megtenni. Na, úgy hívják a srácot, hogy Bass. Ba? Bass? Igen. Tamás. Valami egy kolléga megnézett, az adott, hogy nem tudom, személyi regisztrál volt. Tudod vele nyomni szeretek, jó? Kéne egy biztos képen. Hogy legyek már egy zsírost? Szeretne? Egy, adjál már egy pohár vizet, létszi, mert mindjárt meghalok. Hát elvisz a izért, az hárosság. Nálam sincs, hazak mindjárt. Felírjuk a nevét, ruházatát, és a következő, amiben egy hasonló személyleírás lesz, akkor magát tudjuk elővenni. Hát jó van, nyugodtan. Hát akkor viszontlátásra. Hát viszontlátásra. Jöjjön uram, kikísérem. De most a pénzbírsággal mi van akkor, vagy most mi van? Nem adták el. Mindjárt kolléga nem adta át még neki kollég. Dehogy nem, már átadta. Kinek én? Most látom. Jó van. Jó van. Mennyi pénzbírságot adott? Figyeljen oda magára. Micsoda? Mennyi pénzbírságot adott? Az a baj, nincs rajtam az olvasó szemüveg, viszlát. Geci. Szóval, szép este. Viszlát. Máskor jobban figyel. Kussolj már. Ezt a kopasz gecit, ezt el fogom kapni, és kibelezem amúgy.
Hát geci kiégtő ezeket a rendőrös izért. Hát Bástya, én ismerlek. Senki itt jön el. Hallott, Csoró? Én is téged. Te akartál izét csinálni, nem? Micsodát? Vallomást tenni ellenem a fakabátoknál, te csöves. Én? De hogy is, te miről beszélsz? Nehogy nem. Hát itt súlyos izé lesz. A sapkát lőd le, amikor el... Hajj már meg, geci! Jaj, ne haragudj! A gyász megver! Te kurva! Megint lehet főhúzni egy útcipőt, geci! Azt a Hondást is meg kell baszni, mert elütötte a Lalit. Istenem! De a köcsög megfizetett! Meg lett baszva! Kurva anyját, hogy bejött izéni vallomást tenni. Ez biztos látta egy taxis. Az a vicc egyébként, hogy a taxis olyan, mint a Mikulás, bassz meg mindent lát, ha rossz vagy. Azt nem az ajándékod! Hallod, Bástya? Mondjad. El tudsz vinni egy fogalra? Persze. Figyelj már ide. Igen? Menj már be a híd alá gyorsan. Tudod, mi történt? Elmondok egy nagyon szomorú sztorit, oké? Mondjad. Egy jó barátommal sétáltam az úton. Vágod? Igen. És jött egy köcsök Hondás, egy ilyen fekete ugyanilyen rendszámmal, és elbaszta a spanomat, aki belehalt. Te gyászfejű. Tudtad? Hát? Biztos. Mi az, hogy biztos? Nincs lelkiismeret furdalásod? Ahogy tudod, hogy mondás tartsa, tartsa a mondás, fogad fog érte bánat. Nincs hozzáfűzni való? Hát annyi, hogy én nem ütöttem el senkit. Ne hazudjál már, geci, hát láttam a szaros autódat, a rendszámát megjegyeztem. Repült vagy 40 métert a spanon, ott halt meg az úton. Tudod, hogy hívták? Úgy hívták Lali. Szegény Lali, nem tud itt lenni miattad velünk, bazd meg. Ezért most megdög lesz a gecibe. Na. Bazd meg, bezárta a kocsit. Ez is megvolt. Ez most ilyen izé, bazd, ilyen leszámolások. Na de srácok, már ennyi volt szerintem, mert eléggé lefáradtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hát én nagyon-nagyon éltem. Holnap öltözéssel fog kezdődni amúgy. Úgyhogy szevasztok! Jó pihenést! Bú, bocsi. Te figyelj már ide, te! A gyász megber! Mit képzelsz magadról? Állj meg! Jaj, geci! Csúró gyerek! Na szevasztok, holnap találkozunk, csá mindenkinek! Figyelj! De elmondom, mikor ott jár.